Köszöntöm kedves nézőinket, ez a heti TV, heti jazz című műsora, és vendégem Horváth Kornél, a Kossuth Díjas magyar, egyik legjobb magyar ütőhangszeres művész, világszerte elismert. 2016-ban a világ legjobb ütősének választották. Szia Kornél, köszönöm, hogy eljöttél. Szia Feri, köszönöm a meghívást. Mikor egyeztettük ezt a időpontot, akkor pont mondtad, hogy nem nagyon tudsz jönni, mert külföldre mész egy formációval. Merre jártál és kivel voltál? Hát nagyon messze voltam, mert Zöldfoki szigeteken, Praiján. Ezt nem mondod. Voltam egy jazzfesztiválon, ami nekem óriási élmény is volt, hiszen egyrészt itt Közép-Afrikában még soha nem voltam, másrészt pedig a közeg, a közönség, ugye hát egy ütőhangszeresnek Afrikában játszani, azért az mindig megmérettetés, és hiszen a ritmus hangszereknek a kezelése, játéka, és ugye a kultúrájuknak az egy alaphangszere, ugye az ütőhangszer. Óriási élmény volt. Stanley Jordannel játszottunk trióban, nagyon érdekes volt a gitárossal, az amerikai gitárossal. Őt azt hiszem, hogy nem kell, a jazzrajongóknak nem kell különösebben bemutatni. Bocsáss meg, hogy közbevág, ő az a gitáros, aki néha fellép így egy... Tapping technikával játszik. Tehát tulajdonképpen ő fejlesztette ki, most már jó 25-30 évvel ezelőtt, ő berobbant, úgy berobbant a jazz világába 20 évesen. Nagyon érdekes, mert ez a lemez egyébként az Aldi Meola volt a producer. Igen. És még akkor ő is nagyon fiatal volt. Nem adod a láb. Viszont hihetetlen sikerrel, mert azt hiszem a jazz listán, a Dambit jazz listáján több mint 47-ig vezette a listát, és fölkerült a pop listákra is, mert ilyen átdolgozásokat csinált a Stanley, tehát többek között Michael Jackson vagy Zeppelin számokat. Na most ezt egy olyan, egyrészt a technikájával egy nagyon nagy újdonság volt, másrészt pedig ahogy játszott, hát az lenyűgöző. Uh-huh. És hát ez egy óriási szerencse számomra, hogy én játszhatom vele, és hogy egy közös produkcióba. De ez most egy picit érdekes volt, mert csak trióba játszottunk, mert egyébként kvartett a felállás. És a harmadik muzsikus ki volt? Ugye egyrészt a Thunder Duo, tehát Dörnyei Gáborral ketten vagyunk, és a kvartett negyedik tagja, ő Christian Galvez, ő a Chilébe, Santiago-ba élő basszusgitáros, virtuóz, zeneszerző, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ő szimfonikus zenekarokkal is játszik, basszusgitáron, mint szólista. Igen, igen. És vezényel, szóval egy óriási tehetség, még tulajdonképpen ugye a 30-as éveiben járó muzsikus. De ő nem tudott eljönni, mert épp most születik a kisgyereke, tehát így csak trióba játszottunk. Ennek ellenére nagyon nagy siker volt, hogy durván ugye 3000 ember volt ott, és hát a sikert az is bizonyítja, hogy rögtön ugye több meghívás érkezett. Hát, pontosan. Mert ugye ez egy mérce. Igen, hát ez hogy pontosan hogy így van. Jó, az az igazság, hogy nekem nagyon könnyű dolgom van, hiszen ott van a Stanley a színpadon. Te is. Megkérdeztetem, hogy vele hogy találkoztál, hogy jött össze vele való Frigy? Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mert a Stanley-nek a menedzsere egyébként egy olasz hölgy, Marinella Colombo, pont erről beszélgettünk tavaly, hogy tulajdonképpen csak ennyi volt. Uh-huh. Na most, hogy ez mit jelent, ez tulajdonképpen egy gombnyomás. Itt érződött ezen az ütésen, hogy milyen hangszeres vagy. Igen. Tehát ott az egy gombnyomás, méghozzá van egy olyan program, illetve egy LinkedIn nevű applikáció ugye az interneten, ahol a hasonló érdekeltségű, illetve érdeklődési körű embereknek a találkozó helyet. És hát azon én ott beregisztráltam magam annak idején, és akkor egyszer jött egy jelentkezés a Marinella Colombótól, ismerősnek jelent. Mm-hmm. Tehát ez hasonló, mint a Facebook, igen, csak egy kicsit szakmai. Igen. És akkor ennyi, és akkor láttam, hogy a Marinella kiket menedzsel, a Billy Cobham-től kezdve, rengeteg komoly sztár, de közte ott volt a Stanley Jordan is.
És ez durván egy 2,5 évvel ezelőtt volt. És aztán egy olyan 2 éve, vagy 1,5 évvel ezelőtt viszont írtam neki egy levelet, hogy esetleg a Thunder Duo-t nincs-e kedve menedzselni. És akkor ő rögtön visszaválaszolt, hogy abba gondolkodik, hogy esetleg nem is a Thunder Duo-t, hanem esetleg duóba a Stanley Jordan-nel. És ez volt az a tulajdonképpen elküldött üzenet, ami elindította az egészet. Tehát tulajdonképpen azt, mert itt előzetesen beszéltünk a menedzselésről, és igen, most nem akarok kapkodni, nem megyünk időrendben a dolgokba, de azért mennyire fontos manapság ez, hogy odafigyelj arra, hogy kicsit menedzsd el a saját dolgodat, túl azon, hogy rengeteget gyakorolsz, megcsináltad magadat, igen, csúnya szóval, felépítetted a tehetségedet, stb. És ez a fiataloknak is szól, hogy mennyire fontos manapság az, hogy csináld és menjél a dolgaid után. Igen, hát ez legalább annyira fontos, mint a gyakorlás, mert egyébként ez egy árucikk, hát itt nem kell ezt szégyelni, ugye ez egy üzleti mert nem megoldott, dolog. Ugye erről is beszéltünk kint, hogy nem megoldott a magyar jazzzenészeknek a menedzselése valami miatt. Pontosan, mert valahogy ez Magyarországon nem alakult ki, tehát és nem is tanítják, illetve nem úgy tanítják, vagy nem olyan intenzíven, ahogy kéne, vagy legalábbis remélem, hogy a későbbiekben már így lesz, hiszen mondjuk világhírű jazziskolákban, mint mondjuk a Berklin Amerikában, ugye ez külön tantár. Uh-huh. Tehát ha nem is menedzseled saját magad, mert esetleg nincs arra szükség, és van melletted egy menedzser, de akkor is tisztában kell, hogy legyél, hogy működik az jól. Nagyon, nagyon jó gondolat, és kéne egy kicsit zenélünk, mert okay, talán nagyon száraz lesz a műsor, de nagyon jókat mondtál, és nagyon érdekes dolgokat. Elsőképpen Allegre Correa, jól mondom? Így van, és Allegre Correa. Ják, Horváth Kornél Duo, Songs of Moment. Követ.
Itt a vége. Itt a vége, fuss elé. Nagyszerű gitáros, mesélj róla, légy szíves. Hát Alegre Correa Brazíliában élő gitáros. És nagyszerű ütős. És fantasztikus ütős, és énekes. Ugye, én rád gondoltam, nem énekel. Van olyan produkció, ahol ő nem gitározik, hanem csak perkussionokon játszik, és itt dobfelszerelésen. Tehát egy fantasztikus muzikalitással bíró, igen, ez is ugyanúgy egy óriási szerencse, úgy tetszik a gitárosokkal, nekem szerencsém van. Úgy ismertem meg, hogy egy gitárfesztiválon Bécsbe, az Avinul klubban, akkor még működött a Hilton szállodába Bécsbe a Birdland klub. Ott játszottam egy szintén fantasztikus gitárossal, Ember Izmailovval. És ott előttünk játszott az Alegre, szintén egy gitárdóval, hiszen gitárfesztivál igen, volt. Igen. És ott a koncert után odajött hozzám az Alegre, mondom, hogy nincs kedvem játszani vele. Hát, hogy ne lenne, hiszen egyébként ugye akkor még az élő Zavinul szindikét, még akkor az Zavinul élt, ugye őnek a tagja volt többek között. Igen. Úgyhogy ugye hát ez is egy mérce, és ugye hát több mint 3 évig játszott az Zavinullal. Hát nem is akármilyen mérce. Tehát aki mondjuk az Zavinulnál ilyen hosszú ideig megmarad, és az Zavinul hát kegyeibe fogadja, már pedig a kegyeibe fogadta, azt hiszem az egy olyan mérce, amit nem kell külön nagyon magyarázni. A lényeg az, hogy így indult az egész. És ugye mivel közel volt, mivel Brazíliába ért fél évet Brazíliába Bécsbe, vagy fél évet Bécsbe, így könnyen tudtunk aztán kommunikálni, és jött Magyarországra, én Ausztriába, szóval elindult egy ilyen munkakapcsolat, és ami a lényeg, hogy aztán született egy lemez is, többek között ez egy műpás felvétel volt, a lemezen is rajta van egyébként ez a felvétel, a Hang nevű hangszeren játszom, ez egy aránylag új fejlesztés, mert durván 20 éve van a piacon, tehát ez egy új hangszer. Azt meg tudod számolni, hogy hány fajta ütőhangszered van? Így körülbelül csak. Hát az ilyen apróságokkal mindennel együtt azért olyan 80-100 biztos, de ebből azért egy koncerten jóval kevesebbet használunk. Gondoltam, hogy ezeken végigmegyünk és bemutatjuk, de akkor ezt most hagyjuk, mert szerintem estig itt lennénk. Viszont okay. Váltsunk témát, jó, mert megy az idő. Sopron Drum. Június 15 és 17-én ebben az évben, 2018-ban. Igen. Nagy fába vágtad, gondolom a fejszédet a szakmailag is és szervezésileg is. Hát, légy szíves, erről pár szót. Nagyon nagy fába vágtam a fejszét, de azért egy bevezetőt ez megérdemel, hogy Sopron Drum. Egyrészt, hogy abár nem Sopronban születtem, de ugye Soprontól 28 kilométerén Lövön születtem, de ugye az ottani államosítások, ugye apámnak gyógyszertára volt, illetve a családnak gyógyszertára volt, amit ugye elvettek, és behelyezték apámékat ugye Sopronba. Így kerültem én Sopronba 3 éves koromban. És mit adj Isten, beírattak ugye a hozzánk közel első általános iskolába, amúgy is oda kellett járnom, ugye a Hunyadi János általános iskolába, és mit tesz vissza a paralel osztályba, volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Gajer Ferenc. Hoppá! Úgyhogy a soproni vonatkozás, ugye azért ez itt rögtön megjelenik, úgyhogy duplán is. De nem azért hívtalak, mert soproni vagy, hanem szakmai okai voltak. Kemény, erős szakmai okai voltak. De jól esett, köszönöm szépen. De a lényeg, hogy Sopron városa nagyon-nagyon fontos számomra. És nem véletlen, hogy ezt a fesztivált én ajánlottam, ezzel a koncepcióval én megkerestem a város vezetését, és ők nagyon örültek ennek, és mögé álltak. Úgyhogy sikerült valami olyasmit létrehozni reményeim szerint, ami még tulajdonképpen ilyen nagyságrendben és minőségben még nem volt Magyarországon. Ez lesz az első. Ez lesz az első. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy világsztárok érkeznek és adnak koncertet, hanem ennek a fesztiválban van egy másik nagyon sarkos és nagyon fontos része, az pedig az oktatás. Tehát, hogy a koncepció az, hogy ezeket a világsztárokat testközelbe hozni a gyerekeknek.
Tehát workshopok. Tehát workshopok, magyarul. Illetve igen, oktatás, és ez aktív oktatás is, tehát ugye van a passzív és az aktív oktatás, tehát még arra is lesz lehetőség, hogy a gyerekek előjátszanak. Mm-hmm. Tehát nem csak a művész játszik. Na, nem akarok ebben nagyon bele, ez egy hosszú történet, de egy biztos, hogy ez egy óriási öröm számomra, uh-huh. hogy ez létrejött. Hát gratulálunk, mert aztán tudjuk, hogy a szervezés igen, meg egyáltalán hát ilyen embereket, nyilván majd elmondod, hogy kik fognak fellépni, csupa világsztár, tehát idehozni az... Igen, Davo. Hát nem volt egyszerű, illetve hát én nagyon remélem, hogy több százas lesz az a növendékrész, tehát az ütőhangszeres tanulók létszáma, aki majd ott meg fog jelenni. De van még egy nagyon fontos része ennek a dolognak, és az maga a város. Tehát a városra való figyelem, irányítás, mert nem szabad elfelejteni, és ezt mindig mindenhol elmondom, hogy nem véletlen, és ezt kevesen tudják, vagy illetve, hogy megy az idő egyre kevesebben, hogy miért is a hűségváros a Sopron. Hát a Sopron, ugye, mert most ha nem lenne a hűségvárosa, most bizony Sopronban nem tudnánk tartani ütős fesztivált, mert nem Magyarországhoz tartozik. Ja, igen, igen. Tehát ez egy olyan dolog, ami egyedülálló, mert hiszen a trianoni békeszerződés után tulajdonképpen az egyedüli határrevízió, amit egyébként ott meghúztak, ez osztrák terület lett volna. Igen ám, csak a soproni lakosok, hogy nem volt egy, ha nem is nagy, de egy fegyveres felkelés, ami után egy népszavazást tartottak, és ezen a népszavazáson, ugye 21-ben, ezen a népszavazáson Sopront és a környező részt, tehát ugye Ágfalvától kezdve Kópházán kezdve, tehát az a részt, az Magyarországhoz tartozott, tehát az a csücsök, ami most úgy betüremkedik Ausztriába, az eredetileg Ausztria lett volna a trianoni békeszerződés szerint, de a népszavazás miatt. Tehát ezek a polgárok, akik ott voltak, és ne felejtsük el, hogy több mint 50% német ajkú volt. Igen. És ennek ellenére azt mondták, hogy Magyarország. Nagyon jó, hogy elmondtad, mert ezt biztos kevesen tudják már, és akkor, ha már itt tartunk, mit jelent neked Sopron olyan szempontból, mondjuk beszéljünk a rendszerváltás, a gyerekkorról, a gyerekkorunkról, hogy micsoda szellemi élet folytott, 4-5 gimnázium, egyetem volt, és nem beszélve arról, ugye, amennyire el volt technikailag zárva, ugye, mert aki jött Sopronba, hatásán volt. Annyi másik országban. Igen, igen, tehát állandóan ellenőrzés, közúton, vonaton. Ennek ellenére mégis nyugat felől sokkal jobban bejöttek a zenék, a művészet, a szabad szellem talán egy picit, mint az ország más részében. Ezt mindig elmondom, és ez szerintem így van. Ez abszolút, ez egy érdekes dolog. Ugye tudtuk fogni az osztrák tévét. Hát előbb hallottam jazz, mint bármilyen magyar adó, meg ilyeneket. Igen, nem akartam személyes dologba elvinni, igen, de... Igen. Amit ugye egy antennát föltettünk, akkor igen, az jött, igen. Azt nem blokkolták. Tény és való, hogy elég hermetikusan el voltunk zárva. Igen. Ennek ellenére, megint csak visszatérve a soproni polgárokra, hogy milyen szellemi műhely folytott, egyre más olyan dolgok születtek, ami első lépcső volt, aztán később ugye az ország más területein is megjelent ez a dolog. Nem most csak édesapám gyógyszerész volt, és nagyon aktív volt ugye a szakmáján belül. Ők hozták létre először ugye az első Patika Múzeumot, ami ott van ugye a tűztoronnyal szemben. Igen. És csak utána jött aztán ugye az ország más területeire is, független attól, hogy ez el volt zárva tulajdonképpen ez a terület. Szóval ennek voltak oldala is rossz. Egy biztos, hogy én 28 éves voltam, amikor először láttam a határ másik oldaláról a soproni hegyeket. Ez egy, azért senkinek nem kívánom. Így van, ez egy más történet. Egy picit zenélünk megint, aztán majd elmondod, hogy ezen a soproni drámon kik fognak fellépni, de most Pilikában az feltétlenül okay. Ott lesz, és tőle játszunk le majd egy kis zenét. We'll be right back.
tehát Sopron Drám. El kéne mondani a fellépőket, mert az nem olyan, nem mindegy. Igen. Hát ugye nem véletlenül láttuk most Bilika Bemet, aki hát az egyik, azt hiszem, a legnagyobb géniusza itt a jazz dobolásnak, élő géniusza, mert ő az egyik szereplő, és az ő koncertet fog adni, és nem csak koncertet, ahogy már előbb beszéltünk, hanem oktatást is fog tartani. A másik zenekar, és ugye mindig a Barlang Színházról beszélünk, tehát nem csak Sopronról, ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy bizonyos események Sopronban zajlanak, de a Barlang Színház... Tudják, ahol a Kőszívű emberfiait forgattak, de most ez nagyon megváltozott, mert egy fantasztikus felújított színház várja a közönséget, egy igazi gyöngyszem. És ez nem csak Sopron és az adott régiónak, azt hiszem, a gyöngyszeme, hanem az egész országnak. Persze. Úgyhogy mindenkit szívesen invitálok oda, most nem csak a Sopron Drámra, hanem egyébként is, mert érdemes megnézni, és hallgatni ott koncerteken, hogy gyönyörű az akusztikája. A 15-én, június 15-én Richard Bona zenekara fog kezdeni. Ő egy kicsit annyiba kakuk tojás, hogy ő ugye nem ütőhangszeres, hanem basszusgitáros, azt nem kell külön bemutatnom, de viszont a kubaiakkal érkezik, tehát ott a kubai zene, a kubai ütőhangszeres zene nagyon markánsan meg fog jelenni, ezért esett rá a választás. 16-án részbe klasszikus, illetve kortárs zenei koncert lesz, Sivuval, Chris Devinivel, illetve Rolando Morales Matosszal, illetve a Thunder Duo-val. A Thunder Duo-t azt mi alkotjuk Dörnyei Gáborral, 13 éve vagyunk mi már együtt, és ami érdekesség, hogy a produkciónk mellett két darabban a Sopron Balett is fel fog lépni. Abszolút összművészeti dolog, Demcsák Otto koreográfiájával. Ami még nagyon lényeges, hogy Aaron Spears is elfogadta a meghívásunkat, ő a idei év top pop dobosa, aki Amerikába választották meg az év dobosának. Ő egyrészt kurzust is tart, és egy 30-35 perces élő koncertet fog a Sopron főterén adni. Hallgassunk bele ebbe a felvételbe, a Ron Carter Quartet, nehéz szó, pedig... Tudjuk, hogy kiről van szó, játszik szintén a Sopron Drámon, és az ütős, akiről beszéltél, ő fog velük játszani. Rolando Morales Matos, tehát ezen a felvételen nem a Sopron Drámon készül, de Rolando Morales Matos, aki a Sopron Drámon szintén ugye egyrészt játszik koncertszerűen is, illetve oktatást is fog tartani. Tehát akkor a Ron Carter Quartet. Thank you.
Chopron Drum. El kéne a helyszíneket mondani, meg talán azt hiszem nem volt teljes a felsorolása a fellépőket illetően. Igen, hát még nagyon sok mindenki szerepel itt. Egyrészt ugye már beszéltünk a Barlang Színházról, a Liszt Kulturális Központ lesz a másik helyszín, illetve a harmadik pedig Sopron főtere, hát ami egy fantasztikus. Hát megint a gyöngyszemekről beszélünk, ez szintén egy gyöngyszem a tűztorony tövébe fölállított színpad, ami nekem mindig egy nagy álom is, hogy majd egyszer én is fogok ott játszani, mert egyelőre nem adatott meg, de majd sort kerítünk rá, remélhetőleg. Ja, most mások lépnek fel. Mert ott most mások lépnek fel. De többek között nagyon fontos, hogy bemutassuk a közönségnek, hogy hol is tart ma a magyar ütőhangszeres oktatás. Tehát itt konzervatóriumi általános is, vagy egy... aminek nincs nagy hagyománya, ha aminek jól tudom. Nincs annyira, hát ugyanis a hagyományok... Egyáltalán a magyar kultúrában hát nincsen ennek az... Ugye, ha arról beszélünk, hogy az ütőhangszer milyen szerepet játszik a magyar népzenébe, akkor odaírhatunk egy nagy nullát. Mert nincsenek ütőhangszerek. Viszont ugye a ritmust azért azt el kell, hogy mondjam, hogyha megnézzünk korabeli táncprodukciókat, ugye zenekarral kísérve, akkor az a testen megjelenik az ütőhangszer, ez az úgynevezett body percussion, ami a csizmán és a testen szól. De visszatérve a főtérre, egyrészt a Győri Konzervatórium és Főiskola, a Pécsi Főiskola, a Budapesti Konzervatórium és Főiskolának az ütőhangszeresei fognak játszani és bemutatkozni, amit egy nagyon fontos dolognak tartok, hogy lássa a közönség, hogy milyen színvonalon áll a magyar ütőhangszeres zene. Most nyugodtan mondhatom, hogy világszínvonalon. Pedig nem vagytok sokan. Nem vagyunk sokan, de azért egyre többen, mert egyre többen... Most nem a dobosokra gondoltam, igen, kimondottan. De egyre többen, hiszen egyre több zeneiskolában van ütőhangszeres oktatás is. És ugye pont például a konzervatórium, Budapesti Konzervatórium a tanára, Holló Aurél, aki ugye az Amadinda ütőegyüttesnek a tagja. Igen, de bocsánat, hogy ez az oktatás, ez nem olyan, mint a klasszikus ütőhangszeres oktatás, hanem más egy kicsit. Hát tudod, hogy timpani, ilyen, olyan, egy kis szilofon, egy kis vibrafon. Tehát ez a klasszikus. Ez a klasszikus, ez a klasszikus. Na most jó. Örülök, hogy ezt itt szóba hoztad, mert ez a lényege a fesztiválnak, hogy ez teljesen lefedi az ütőhangszeres világot. Tehát úgymond az autentikus ütőhangszereken keresztül a klasszikusokig minden szerepel. És ezt a hihetetlen tárházat bemutatni, illetve repertoárt és sokszínűséget, mert az ütőhangszer, most ebben nem akarok belemenni, de tudom, hogy az első hangszer volt az énekhang után, ugye meg két követés. Igen, igen. Na most innen indul minden. Az ősember. Az ősember, pontosan. Tehát többek között ők is ugye fellépési lehetőséget kapnak, amit nagyon fontosnak tartok. Tehát tulajdonképpen ez a három helyszín lesz, ami meghatározza a fesztivált. Még van talán egy pár olyan fellépő, vagy elmondtuk mindent? A kiegészítő koncertek is lesznek. Egyrészt lesz ilyen úgynevezett hang, illetve handpan bemutató Szombathelyi Patrikkal, illetve a jazz konszort fog föllépni a főtéren például 15-én, és a 16-án pedig a Storyville Band lép föl. Ők nem közvetlenül kapcsolódnak az ütőhangszeres fesztiválhoz, de nagyon jó dobosok fognak velük fellépni, tehát azért így az megtalálhatók az interneten, van honlapja, a Facebookon. A Facebookon, hát a honlap az sajnos az hiányzik, viszont Facebook van. Facebook oldalon. Tehát Sopron Drum, ha beírják, akkor a Facebook oldalon ott megtalálható. Hát gratulálok neked, és sok sikert kívánok ehhez is. Nagyon szépen és köszönöm. Egy olyan duóról beszéljünk, Pászot, aztán majd játszunk tőlük le felvételt, ami neked most azt hiszem az egyik főzenekarod, igen, vagy fő formációd, a Dőnyei Gáborral lévő duód. Hát ez ütőhangszeres duó, ugye egy dobfelszerelő és ütőhangszer. Ez tulajdonképpen ugye nem csak jazz, természetesen sok improvizatív rész is van, de ezt kortárs zenének is tekinthetjük a komponált részek miatt.
És hát legnagyobb örömünkre nagyon nagy az érdeklődés a duó iránt, úgyhogy Észak-Amerika, ugye Kanada, Kína, európai, számtalan európai ország, most nem is akarom ezt felsorolni. Igen, és hát idén is nagyon sok fele megyünk a világba. Ez bizonyítja, hogy igenis van létjogosultsága egy olyan kultúrából kilépve, ahol tulajdonképpen nem alaphangszer az ütőhangszer, de két magyar ember mégis tud valami olyasmit képviselni, esetleg valami olyan újdonságot képviselni, ami az egész világon érdekes lehet. Nagyon jó végszó volt, és még annyit el szeretnék mondani, mert beszéltük, hogy a névben is benne van, hogy Hungary Thunder, ugye, jól így mondom? Így van. Következik ettől a duótól egy felvétel, a Taktom. Önök a Heti TV Heti Jazz című műsorát hallották. Első rész Horváth Kornél, nemzetközileg elismert ütős volt a vendégem, Kossuth-díjas. Folytatjuk.